Bővült a kerékpárút hálózat, a Diószegi úton is biztonságosabb lesz a közlekedés. Van jövője a roma közösségeknek. Fontos társadalmi kérdéseket vitattak meg Debrecenben. Kikapott a Deac. A Veszprém mellett a bírókkal is küzdöttek a házigazdák. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója a Napszemle. Március 26-a szombat van, már is mondjuk a híreket. Újabb szakaszát adták át a keleti városrészben épülő kerékpárút hálózatnak. A Diószegi út mentén befejezett nyomvonaltól azt remélik, hogy biztonságosabbá teszi majd a közlekedést. Itt egyébként néhány hónapon belül 8 kilométernyi összefüggő kerékpárút áll majd a biciklisek rendelkezésére, egészen a Panoráma útig. Nagy volt a forgalom reggel a Diószegi úton. Az itt megépült 3,5 kilométeres kerékpárútszakasz azért fontos, mert korábban balesetveszélyes volt a biciklis közlekedés, emelte ki a városrész önkormányzati képviselője. Komolai Szabolcs szerint ezzel a helyiek régi vágya teljesült. Ez a fejlesztés tulajdonképpen lehetővé teszi a kerékpárosok számára azt, hogy biztonságosan közlekedjenek, akár munkába járás tekintetében, akár ha hobbiszerűen szeretnének kerékpározni, és a gyalogosok számára is nagyon-nagyon nagy előrelépés. A korszerűsítést csaknem 280 millió forintból finanszírozták. A város keleti részén több ütemben épül a kerékpárút hálózat, a munka nagyobb része már befejeződött. A teljes szakasz elkészültével a Panoráma útig folytonos nyomvonal áll majd a biciklisek rendelkezésére. Pap László polgármester szerint így a munkahelyek mellett a turisztikai övezetek is könnyebben elérhetővé válnak. A Diószegi út az egyik legforgalmasabb beközlekedési lehetőség a városban. Éppen ezért kiemelt szempont volt a kerékpárút fejlesztési programunk összeállítása során, hogy a keleti városrészt biztonságos kerékpáros közlekedését tudjuk megoldani. A fejlesztések néhány hónapon belül lezárulnak, akkor egy teljes összefüggő 8 kilométeres szakasz áll majd rendelkezésre. A polgármester hozzátette, a tervek szerint 2 éven belül 108 kilométerre nő majd a város kerékpárút hálózata. Ezt a 2021-2027-es Európai Uniós fejlesztési ciklus végére még tovább szeretnék bővíteni. A roma közösségek jövőjét érintő társadalmi kérdésekről tartottak konferenciát Debrecenben. A szervezők szerint kihívásokkal teli világban élünk, ahol fontos a gyülekezetek együtt gondolkodása. A roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos szerint a felzárkóztatás elkezdődött, a közösségeknek biztonságérzete és jövője is van. Élőzenés koncert fogadta a Meteor moziba érkezőket. Az először megszervezett hitéleti fesztiválon az észak-alföldi és határon túli roma gyülekezetek képviselői, megyei nemzetiségi önkormányzatok és civil szervezetek vezetői vettek részt. A város esélyegyenlőségi referense szerint változó világban élünk, olyan kihívásokkal, melyekre gyakran nem találunk gyorsan választ. Ezért fontos, hogy a közösségek együtt gondolkodjanak. A hétköznapokban, a telepeken, a gettókban, ezek az emberek azok, akik erkölcsi szellemi frissülést, megújulást visznek a reménytelenségbe, a kilátástalanságba. Ezért az ő munkájuk nélkülözhetetlen. Magyarországon az elmúlt években csökkent a szegénységben élők száma, és most több roma dolgozik, mint korábban. Egy-egy ilyen konferencia lehetőséget ad a közösségeknek, hogy kifejezzék azt az értékrendet és hitéleti tevékenységet, amelyre lehet építeni. Ez a folyamat már elkezdődött, emelte ki a roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos. Az emberek a saját hitéletüket, a saját értékrendüket rendezhették, sorba rakhatták, mert azt mondjuk a felzárkózás és az esélyteremtés politikának alkotásakor, hogyha egy embernek a lelki élete, az értékrendje nincs rendben, akkor nem nagyon tudunk építkezni. Sztojka Attila hozzátette, az eredmények azt mutatják, hogy a roma közösségeknek biztonságérzete és jövője is van Magyarországon. Komposztáló ládákat osztottak reggel Józsán. Ezzel 50 háztartásban vált lehetővé, hogy az otthoni zöld hulladékot értékes tápanyaggá alakítsák. Az osztásban részt vett Kósa Lajos, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje is, aki arról beszélt, hogy Debrecen zöldváros, az önkormányzat pedig számos programot indít annak érdekében, hogy az is maradjon. Ezekből a lécekből készülnek a komposztládák, amikben újrahasznosíthatók a szerves hulladékok. 50 jelentkező között osztották ki a kereteket a komposztolt kampány részeként. Kósa Lajos országgyűlési képviselőjelölt az eseményen azt mondta, Debrecen zöld város, a természet védelméért pedig a jövőben is közösen kell cselekednünk. Egy sor olyan programot csinálunk Debrecenben, ezt most éppen Józsán, illetve a kertségekben,
amely segít az embereknek abban, hogy a környezetükkel harmonikusan éljenek, ne terheljék feleslegesen a környezetet, például a tavasszal, a télen összegyűlt zöld anyagot, hulladékot ne elégessék, hanem komposztálják. Kósa Lajos emlékeztetett, hogy az elmúlt időszakban számos park jött létre vagy újult meg a városban. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltje szerint a lakossági hulladékudvar megléte óta sokkal kevesebb a szemét az erdőkben. Kósa Lajos hozzátette, a nagyvárosok közül Debrecen vezette be először a szelektív hulladékgyűjtési programot, de véleménye szerint a város más területen is élen jár. Itt zajlik az ország legnagyobb felszíni vízrendezési programja, a Cívakva. Ennek a tervezési fázisán már túl vagyunk, most a második szakasz tervezési fázisa van, és a tavasszal kezdődnek a munkák is, megvan már a közbeszerzés. Az egésznek a lényege az az, hogy a keleti főcsatornából az oda jövő tiszavizet ide behozzuk Debrecenbe. A komposztálásban résztvevők oktatáson is részt vettek. Munkájukat egy évig segítik majd a szakemberek. Meg kell fékezni az inflációt, az uniós pénzeket pedig a korrupciós rendszer kiváltságosai helyett iskolákra és kórházakra kell fordítani. Ezt mondta az Egyesült Ellenzék Debreceni Lakossági Fórumán Donát Anna. A Momentum mozgalom elnöke kijelentette, ha az Egységben Magyarországért pártszövetség győz jövő vasárnap, akkor megakadályozzák, hogy az ország gazdasági csődbe menjen. Bot Péter Ákos, Donát Anna és Jeszenszky Géza is részt vett az Egységben Magyarországért pártszövetség gazdasági kerekasztal beszélgetésén. Hazánkban megélhetési válság van, az infláció és az euró árfolyam is az egekben. Meg kell akadályozni, hogy az ország csődbe jusson, hangsúlyozta a Momentum elnöke. Donát Anna szerint az Orbán kormány miatt Magyarországot nem tekintik partnernek az Európai Unióban. Ez pedig az orosz-ukrán háború kitörése óta még inkább kiéleződött. Azért is fontos április 3-a is a kormányváltás, mert ez mindenképp a garanciája annak, hogy az európai források el fognak jutni a magyar választókhoz, iskolára, kórházra és munkahelyre költhetjük végre őket, hiszen egy olyan kormány jön, aki vállal olyan antikorrupciós garanciákat, amire az Európai Bizottság már évek óta vár. Az Egységben Magyarországért Szövetség április 3-i győzelme esetén 5 éven belül bevezetné az eurót, csatlakozna az Európai Ügyészséghez, és létrehozna egy korrupció ellenes ügyészséget, ami garantálja az uniós támogatások hatékonyabb felhasználását. Én azt gondolom, minden elmondott pont az az ország jövőjét és minden Debrecen jövőjét is érinteni fogja, és emellett vannak tipikusan olyan ellenzéki programpontok is, ami minden debreceni számára fontos lehet, ilyenek az utakra fordított sokkal-sokkal több pénz, illetve a Panel programnak az újraindítása, amelyben szintén elkötelezett az Egységben Magyarországért. A fórumon az is elhangzott, hogy az ellenzéki szövetség győzelme esetén növelnék a pedagógusok bérét, megdupláznák a családi pótlékot és a nyugdíj minimumot. Régi probléma oldódott meg Újlétán. Az önkormányzat ebédlőjébe ugyanis új korszerű kazán szereltek fel, így ezentúl már komfortos körülmények között ebédelhetnek itt a gyerekek. Az új kondenzációs kazánnak köszönhetően több mint 90 újlétai óvis és iskolás étkezhet most már biztonságos körülmények között. Az adományozó cég társadalmi felelősségvállalási programja részeként biztosította a korszerű berendezést, amit speciális képzési programmal is segít. Nagyon fontos számunkra, a gyerekek is nagyon fontosak számunkra, és azt szeretnénk, hogyha a gyerekek is már a jövőben úgy készülnének az életre, hogy energiatudatosan, energiahatékony oktatásban részesülnek, és ez nagyon fontos. Tartja az Ariston cégcsoport, és ezt egy kifejezett célként tekint erre. Ezért is képezzük a pedagógusokat. Itt indult el Hajdú-Bihar megyében, pontosabban Debrecenben az óvodapedagógus képzésünk. Az új kazán hatékony. Alkalmazásával akár 30-40%-os energiamegtakarítás is elérhető. Mint minden település esetében, a mi településünk esetében is óriási segítség egy ilyen adomány, ami nagyon szükséges volt a részünkről, és felbecsülhetetlen értékű. Az eseményen elhangzott, hogy a kondenzációs kazán nem csak költséghatékony, de biztonságos is, hiszen nem bocsájt ki szénmonoxidot. 13 hajdúbihari település kulturális intézményeit díjazták péntek este Hajdúszoboszlón. Az elismerő okleveleket a kultúráért felelős államtitkár adta át. Fekete Péter az ünnepségen azt hangsúlyozta, hogy a díjazottak a pandémia alatt és után is fontos munkát végeztek.
Akrobatikus előadás színesítette az ünnepséget. A Hajdúszoboszlói Művelődési Központban a térség több mint 40 kulturális intézményét tüntették ki a közelmúltban tett erőfeszítéseikért. Nagyon fontos számunkra megerősítésképpen ez az elismerő oklevél, hiszen a Covid alatt azért a kultúra intézményei elszakadtak a közönségüktől, egyáltalán a közösségek is mondhatjuk, hogy valamelyest szétszakadtak. Az elismerő okleveleket a kultúráért felelős államtitkár adta át. Fekete Péter hangsúlyozta, a pandémiás időszakban az egészségügyi és rendvédelmi dolgozók mellett a kultúra szereplői tudták biztosítani a lelki egyensúlyt a lakosság számára. Amikor elmúlt a pandémia, akkor az élet újraindításához megint valaki kellett, és megint a kulturális élet szereplői tudtak a motorja lenni annak, hogy elinduljon az élet. Hajdúszoboszló polgármestere azt mondta, sokat tett azért a város, hogy erősödjön a kapcsolata a civil szervezetekkel. Szeretnének ugyanis mozgatórúgói lenni a térség kulturális életének. Nekünk is fontos, mind az itt élő lakosság számára, de fontos a hozzánk az ország minden tájából, illetve külföldről érkező turisták számára is, hogy ne csak Hajdúszoboszló kultúráját mutassuk be. A városban ez a rendezvény nyitotta meg hivatalosan a Petőfi Sándor emlékévhez kapcsolódó Petőfi Klub programsorozatot. Tiesto, Zara Larsson, Sigala. Néhány húzó név az idei Campus Fesztivál külföldi sztárfellépői közül. A szervezők pénteken Esti Közelkép című műsorunkban beszéltek a könnyű zenei programsorozat előkészületeiről. ...2019-ben 114 ezer látogatója volt a Campus Fesztiválnak. A rekord a Limp Bizkit zenekarnak is köszönhető. Az amerikai sztárbanda ugyanis fergeteges koncertet adott a Nagy Erdőn. A szervezők Esti Közelkép című műsorunkban arról beszéltek, hogy a pandémia lecsengése után nyáron visszatérnek a külföldi előadók. Jön Tiesto, Zara Larsson és Sigala is. Ennek a hétnek az elején bejelentett nevekkel együtt most már 11 külföldi előadó lesz, és velük együtt egyébként, ami szerintem legalább akkora vonzerő, több mint 200 magyar. Mindez 9 élőzenés program helyszínen. A részletes napi bontást tartalmazó előadói listát napokon belül nyilvánosságra hozzák a szervezők. A fesztivál igazgató Tiesto kapcsán arról beszélt, hogy világszínvonalú látványtechnika lesz a holland sztár DJ fellépésén. Csak a füst, szikra, lézer látványtechnikája, tehát ebben a fény hangtechnika nincsen benne, amit nekünk kell biztosítani, az magasabb költségvetésű, mint a legdrágább magyar sztárzenekar. Miklós Völgyi Péter hozzátette, az a vizuális élmény, amivel a kampuszon várják majd a bulizókat, azt Magyarországon talán csak a Sziget Fesztivál büdzséje bírja el. El ne felejtsék, hogy hajnalban kezdődik a nyári időszámítás, így most 60 perccel kevesebbet alhatunk. Az órákat vasárnap 2-kor kell 3-ra állítani. Éves szinten körülbelül 120 gigawattórával kevesebb áramot használ a lakosság a nyári időszámítás ideje alatt. A szakértők szerint ez nagyjából 40 ezer háztartás éves fogyasztásának felel meg, amivel nagyságrendileg 5 milliárd forintot lehet megtakarítani. Az Európai Parlament egyébként 2019-ben megszavazta az óraátállítások eltörlését, és a tagállamokra bízta, hogy a télit vagy a nyárit választják, de erről még nincs döntés. Nagy arányú vereséget szenvedett a Deac futsal csapata a Veszprém ellen az NB1 felsőházi rájátszás 5. fordulójában. A bakonyi sztárcsapat mellett a debrecenieknek a játékvezetői ítéletekkel is meg kellett küzdeniük. Villámrajtot vettek a vendégek, és 5 perc után már 2 góllal vezettek. Az első játékrész végén ismét jött egy pár perces debreceni rövidzárlat, melyet újabb 2 góllal büntettek a veszprémiek. 4-0-ás félidő után az 5. is a vendégek lőtték. A Deac azonban visszajött a meccsbe. Elegergő csapata 5-3-ra felzárkózott, de akkor ritmust váltott a Veszprém. A debreceniek a végén lehozták a kapust is, de ebből is jobban jöttek ki a bakonyiak, akik végül 8-3-ra győztek. A kétes bírói ítéletektől sem mentes találkozó után csalódottan nyilatkozott Elegergő vezetőedző. Nem kaptuk meg az egyenlő feltételeket, és ezt egy sokkal gyengébb csapat is kihasználta volna, mint a Veszprém. Igazából 2 dolog, sőt inkább 3 az, ami munkálkodik bennem. Az első az, hogy nagyon büszke vagyok a játékosaimra, hogy ilyen emelt fővel és relatív nyugalommal tűrték azt, amit tettek velünk, nem a Veszprém. Híreink után a várható időjárásról. Vasárnap a napos időt időnként gomoly felhők zavarhatják meg. Debrecen felett időnként megélénkülő szélre is számíthatunk. Holnap hajnalban 1-2 fok, napközben pedig 14-15 fok körül alakul a hőmérséklet.
a szombati napszemlét látták. Riportjainkat a dehir.hu hírportálon és a Médiacentrum Debrecen mobil applikációjával is elérhetik. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!